Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Ez itt a Zsoltán Zsolt Spirit péntek reggeli sorozat, és a következő rész. Itt vagyunk január vége fele, úgyhogy nem sok maradt már januárból, és nem sokkal indul a február. Úgyhogy bízom benne, hogy nagyon klassz hetetek volt, és egy még jobb hétvége áll előttetek. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek, egy korty kávét megiszok. Itt van velünk a szokásos rajongónk is Réven. Igen, jó reggelt, igen, jöttünk spiritelni. Ma egy érdekes sorozatot indítunk, ami a visszajelzések alapján igen népszerű lesz. Sokszor beszéltünk már róla, és sokszor fogunk még beszélni róla. Hiszen olyan dolgról van szó, amivel azt a meccset, azt a játékot, ami éppen a fejedben zajlik, ami éppen a jövődért történik, a jövőért zajlik, sokkal könnyebben meg lehet nyerni vele. Jó nekem egy egyes, hogyha úgy érzed, hogy szükséged van valami olyan dologra, ami tud segíteni abban, hogy azt a jövőt alakíts ki, amit szeretnéd. Én nyomom az egyest. Úgyhogy erről lesz szó. Ez pedig nem más, mint a Mindset, a gondolkodás mód sorozat, amiben jó sok témát fogunk érinteni. De mielőtt belekezdenék, szokásos módon hagyj kérdezek egyet. Történt-e már olyan veled életedben, hogy sok dolgot beleöntöttél, sok tudást beleöntöttél a fejedbe, sok tudást magadba szívtál, kicsit olyan káoszosnak is tűnt az egész, hogy hű, mennyi mindent tanultál jelenben, múltban visszafelé, és úgy nem álltam így rendet tenni. És kiválasztan ezt a pár dolgot, ami segít abba, hogy előre tudj menni. Nyomj egy idést, hogyha voltál már így. És nyom nekem egy kettes, hogyha úgy érzed, hogy sokkal többre vagy képes. És nyomok egy egyes, meg egy kettest. Bizony, nem túl könnyű a helyzet, amikor az ember hirtelen megoldásokat választ magának, hogy hú, hogyan kéne ezt az idejévet úgy megcsinálni, úgy végigvinni, hogy igazán jól tudjon sikerülni. Nemrég voltam egy nagyon érdekes háromnapos monstre képzésre, ez egy hibrid képzés volt, fizikálisan Bukarestben volt, hát online nyilván a világ sok részéről, és létszámstopos rendezvény volt, tehát online maximum 250-en tudtunk jelen lenni. Hát ez a 250, ez hamar ki lett maxolva, ugyanis a rendezvény kezdett előtt egy héttel már kiment, hogy nincs több online hely sem. A fizikások is elkezdtek, de nincs online hely sem már, úgyhogy nagyon örülök, hogy még sikerült november végén biztosítani helyet. Ez nem volt más ez a rendezvény, mint a milliómos gondolkodás mód intenzív hétvégéje, ez a Millionaire Mindset intenzív néven futó rendezvény, amit a Success Resources szervezett, ami jelenleg a világ legnagyobb képzés szervező rendezvény rendszere, de olyan szinten, hogy sok száz rendezvényük van éves szinten, jól volt a sok száz, hibrid offline formába, van, ami csak online történik természetesen, tehát mindenféle módot felhasználnak, és nagy előadókat kérnek meg, hogy a világ több tájékán segítsék a környezetet fejlődni. Brian Tracy, Tony Robbins, Kiyosaki, tehát rengeteg mindenki, tényleg rengeteg mindenki, és T. Harv Eker, aki az egyik olyan számomra példaértékű tanítóm a világban, aki nagyon jó dolgokat tanít, és ez egy T. Harv Eker akadémia által szervezett képzés volt, a milliómos gondolkodásmód intenzív háromnaposa. Ja? Hát voltam egy pár képzésen már életemben. Nyom nekem egy hármas, légy szíves, hogy ha voltam már úgy, hogy jó, képzés, 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 megyek, persze tanulok, 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 mondták, hogy tanulni kell, meg fejlődni, és a többi, és egy idő után úgy ilyen képzésüzemmódba kerülsz. Ki az, ki járt már így? És nyomok egy hármast. Jó, nyom egy hármas nekem. Ami egy teljesen normális, érthető dolog. És az elmúlt években ugye nagyon sok online rendezvényen vettem részt, nyilván adta magát a helyzet, és megszoktam egy körülbelül ritmusát, hogy x órás egy rendezvény, kb. Ez várható, ilyen intenzitás lesz, ilyen szinten megyünk bele a dolgokba, és most is így történt, mondjuk a felhívták a figyelmet, hogy a három nap alatt napi 12 óra,
Hát gondoltam, voltam már ilyen 8-10 órás napokon, leszek benne hosszabb szünetek, rövidebb szünetek, van egy jó tempója a dolognak. Hát mégis voltak benne szünetek. Hát nem annyira hosszabbak. Úgyhogy végignyomtuk a 3 napot, ráadásul a VIP tagság miatt még ezt a kérdés is volt. Úgyhogy 3 nap alatt, 38 óra. Hát nagyon élveztem. Jókorán kezdtünk, hogy az időeltolódás miatt, elnézést, az időeltolódás miatt, ugye 2 órával van előtt az én időzónámnak, úgyhogy sikerült reggel 6-kor, illetve 7-kor kezdeni, ez izgalmas volt. Viszont rengeteg mindent kaptunk. És ugye múlt héten mondtam nektek, hogy az összefoglalót ezért tartottam úgymond felvételről, tehát felvételről néztetek, mert akkor már bent ültem. És mondtam nektek, hogy indul az új sorozat, és jó volt az irány, hiszen az egész 3 nap, a 38 óra arról szólt, hogy a mindset, a gondolkodás mód milyen módon tud a támogatónk, vagy akár az ellenfelünk lenni. És arra gondoltam, hogy ezt feltétlenül kibontom veletek. Azt mondtam múlt héten, hogy egy rövidebb minisorozatot csinálunk, de az ezért, hogy annyi minden jó infót kaptam, hogy nyilván mindegy hány részes lenne a sorozat, sem tudnám feldolgozni, mert a 38 óra nekem érzetileg 380 óra volt, de mindenképpen adok belőle ízelítőt. Olyan ízelítőt, amit jól tudsz használni a hétköznapokban. Nyom nekem egy 4-est, hogyha benne vagy, hogy egy-két jó titkot megfejtsünk majd itt a következő hetekben, ami tud segíteni abban, hogy tényleg ezt a jó kis csatát megfelelő módon nyerd meg a jövőd érdekében. Nyom egy 4-est, nagyon várom. Úgyhogy több rész lesz belőle. Fogunk arról beszélni, hogy épül fel, miben tud segíteni, hogyan lehet majd a kihívásokból előnyt kovácsolni, hogyan lehet kialakítani egy olyan rugalmasságot, ami segít itt a hétköznapi igen gyorsan változó élet túlélésében, sikeres túlélésében. Úgyhogy ilyenekről fogunk beszélni, átoljanak a négyesek közben. Jó reggelt mindenkinek! Egy jó gondolatot hoztam nektek mára emellé. Ez pedig a következő, ezt T. Harv Ekkertől hallottam. Ő online jelentkezett be, ugye nem minden színpadon van ott nemzetközileg, viszont a mester tanítványa igen, úgyhogy fú, nagyon, tényleg nagyon jó volt ez a 3 nap. Ez az üzenet a következőképpen szól. A gondolatok érzelmeket teremtenek. Az érzelmek tettekre sarkalnak bennünket, a tettek pedig eredményt hoznak. Elmondom még egyszer. A gondolatok érzelmeket kreálnak, hoznak létre, az érzelmek tettekre sarkalnak, a tettek pedig eredményekhez vezetnek. Most ezt a sorrendet nézzük, hogy én nem tudom, hányszor elolvastam azóta, és hogy gyorsan tovább is adtam, hogy pont éppen tegnap egy jó pár személyes beszélgetésen, és anélkül, hogy fölépítettem volna a dolgot, hogy elmondtam volna a környezetét, egyszerűen csak elmondtam ezt a gondolatsort. Mindegyik esetben beült. Na most, ha az eredményeket nézzük, és nézzük, hogy honnét indul. Ugye a TRV körül tudni kell, hogy hát egy jó pár vállalkozást úgymond elbukott életébe, még úgymond megtanulta a saját kárán, viszont több mint 30 éve foglalkozik azzal, hogy hogyan kell megfelelő gondolkodásmódot kialakítani. Neki ez az iránya. Abszolút a gondolkodásmód, sem más nem foglalkozik. 21 olyan különálló nagy képzés van, amit az akadémián el lehet végezni. Tehát az eszmélet, ahogy összerakták. És a Success Resources miatt ez nemzetközi is elérhető több tájékon, nem csak az USA-ban. És neki az egyik vezérmondata, hogy a gondolatokból hogy lesz majd a sor végén eredmény. Tehát gondolatok, érzelmek, érzelmek, tettek, tettek, eredmények. Na most, ha tudjuk, hogy ez az alfa, és ez az omega, és az omega az az eredmény, amit szeretnénk, amit akarunk, amit áhítunk, ami nem hagy nyugton bennünket, akkor az elején kell kezdeni.
vagyis a gondolatokkal. Úgyhogy ezért fogunk a mindset, a gondolkodás módra sokat foglalkozni. Nyilván hallottátok már azt a mondást, hogy ó, minden fejben dől el. Nyom nekem egy ötöst, hogyha hallottad már azt, hogy jó, minden fejben dől el. És nyom az ötösöket. Oké. Hát, ha jönnek az ötösök. Oké. De már megszoktuk, nem? Mindenki ezt mondja. Ah, minden fejben dől el. Ja, minden fejben dől el. Ilyen szállóig jelent belőle. Szállóig jelent belőle. Vagy leesik, vagy lecsapódik, vagy nem. Most, ha nem csapódik le, vagy nem rendesen csapódik le, hanem akkor túlsó dolgot. De tényleg fejben dől el. De komolyan. Nyom nekem egy hatost, ha volt már olyan veled bármikor, bármilyen témába, akkor gondoltál valamit, aki gondoltál valamit, lett belőle egy érzelem, emiatt elkezdtél cselekedni, és lett belőle egy eredmény, amit nagyon szerettél volna, és sikerült. Nyom egy hatost bármiben, bármiben, hogyha végigmentél már ezen a folyamaton. Ki gondoltál valamit? Lett egy érzelem, tehát nekirendültél. Elkezdtél dolgozni, elkezdtél tenni érte, és megszületett az eredmény, és wow! Ez milyen jó érzet? És akkor ez újabb dolgokra sarkalt téged, és akkor még jobb dolgokat gondolsz ki, és akkor fú, még jobb érzelmet lesznek. Ez így működik. De ezt be kell indítani. Úgyhogy a következő részben arról fogunk beszélni, azt fogjuk kicsit boncolgatni, meg trükköket, tippeket betenni, hogy ez a gondolkodásmód a mostani világnak megfelelően legjobban tudjon működni. Hogy ez így tudjon működni, hogy be tud indítani a saját örök mozgódat, és hogy mozgásban tudjon maradni. Jó nekem egy hetes, hogyha úgy gondolod, hogy ez a mai világban igencsak ránk fér, hogy úgy tudnak jönni a gondolatok, megfelelő érzelmek legyenek belőle, megfelelő tevékenységet, cselekedetek, és megfelelő eredmények szülessen meg. Jó nekem egy hetest, hogy egyet értesz van abban, hogy akkor, hogyha gondolatainkat megfelelő módon alakítjuk, jó lesz a gondolkodás módunk, rendet rakunk, tanulunk, és elfelejtünk olyan dolgokat, tanulunk, amire szükség van, elfelejtünk, amit nem kell, nincs rá szükségünk, és elkezd jobban működni. Hát, hogy jönnek a hetesek. Na, ezek lesznek a következő hetekben, úgyhogy már nagyon várom, hogy jövő pénteken belássunk, de ezt mindenképpen szerettem volna tisztázni az elején, hogy a megfelelő gondolkodásmód vezet az áhított eredményhez. De ez nem csak magától van. Ez nem csak úgy megtörténik. Látom, Timi, tetszik az ötlet. Nagyon kell! Oké. Okay. Ez nem csak úgy megtörténik. Nem csak úgy van. Ez nem úgy akciós valahol. Jó? De megvan a módja. A jó hír az, hogy megvannak a technológiák, megvannak a módok, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, hogy lehet ezt fenntartani. Hú, most előre elhagytam egy-két dolgot, mert nem csak megteremteni kell a gondolkodásmódot, hanem fenn is kell tartani. És ez egy folyamatos művelés, teremtés. Hú, majd fogjátok szeretni ezt a sorozatot, én is már nagyon várom. Na, ennyi voltam a reggel. Itt is látom, a kutyusoknál megszülettek a megfelelő gondolatok, megvannak az érzelmek is, jön a tett, éhes vagyok, reggeliznem kell, és ennek meg lesz az eredménye, egy jól lakott kutyus. Ugye? Nem sokára reggelizünk, így van. Örök, hogy itt voltatok velem, nagyon klassz hétvégét kívánok, és indul a Mindset sorozat, várom vissza benneteket jövő héten is. Sziasztok!